Az MNT-vel kötött támogatási szerződés mutatja Vígi Sára. Tanulmányait az anyaországban végezte. Okleveles, vizuális kultúra szakember. Most itthon Magyar Kanizsán dolgozik. A honosításhoz ő is megpályázta az MNT által nyújtott lehetőséget. Tehát 2 évvel ezelőtt szereztem meg a mesterfokú diplomámat Szegeden, és akkor nagy szerencsém is volt, mert hogy akkor indították el ezt a könnyített honosítási folyamatot itt Szerbiában, és így már sokkal könnyebben hozzájutottam ehhez az itthon érvényes diplomámhoz, mint egyébként, mint akik még a régi rendszerben fejeztek. Maga a honosítás 3500 dinárba került Vígi Sárának. Ehhez még hozzá kell adni a hivatalos fordítás és az utazással járó költségeket, melyet szintén megtérít az MNT. A kiírás célja az, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik haza szeretnének jönni szülőföldön boldogulni, és vajdaságban kamatoztatni azt a tudást, amit külföldön megszereztek. Minden évben a Magyar Nemzeti Tanács kiírja azt a pályázatot, amelyben felhívja azoknak a volt egyetemi hallgatóknak, ma már diplomás fiataloknak a figyelmét, hogy honosítás esetén felmerülő költségek, fordítás és egyéb költségeknek a díját a Magyar Nemzeti Tanács át tudja vállalni. Bárhol a világban, de leginkább ugye Magyarországon, az anyaországban szerzett diplomákat honosítják, illetve az Enik-Narikban ismertetik el. A támogatás a főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a tudományos fokozatok honosításával kapcsolatos költségekre vonatkozik. A visszatérítéshez szükséges dokumentumokat 2018. január 31-éig kell személyesen átadni az MNT hivatalában.